Hosszú idő telt el azóta, hogy kipattant az iskolavezetés fejéből. Valamilyen módon meg szeretnénk ünnepelni a testvérvárosokkal, illetve a testvérvárosok iskoláival a kapcsolatunkat, ami ugye 5 éves Przemyszllel Lengyelországba, 10 éves Kutnahorával Csehországba, illetve 20 éves Rimaszombattal Szlovákiában. Gondolkodtunk, hogy tudnánk ezt megünnepelni, úgy, hogy a gyerekeknek is, kollégáknak is emlékezetes legyen, és akkor találtuk meg a Visegrád Fundnak a pályázati kiírását, amire a kollégákkal együtt kigondoltunk egy nagyszerű programot, és pályáztunk rá. A programnak az lett a neve, hogy Let's Play Kings, és ebben a programban igazából a Visegrádi Király találkozónak állítottunk egy kicsit emléket. A programnak a közös nyelve az az angol volt, tehát minden gyerek beszél angolul, akik a projektben részt vesznek. Eljátszották egy kicsit a királytalálkozót, illetve hát a saját iskolájukat mutatták be egymásnak. Mi vagyunk most itt az összekötő kapocs, mert hogy ők mind velünk testvériskolák, de egymással még nem feltétlenül. Amikor kigondoltuk ezt az egész programot, utána megtaláltuk ezt a pályázatot, megpályáztuk, sikeres lett, és akkor aztán igazán elkezdődhetett a munka java. Igazgatói találkozót hívtunk össze, amin megbeszéltük a különböző iskolák igazgatóival, hogy milyen módon szeretnénk ezt megvalósítani, mikre pályázunk, és a projektben kigondolt dolgokat a Visegrád Fund finanszírozta nekünk. Így lett meg ez a kiadvány például, de nagyon sok minden más is. Ékszert készítettek a gyerekek tűzzománcból, aztán ajándékkönyvet fognak kapni, pólót csináltathattunk, illetve az összes kirándulás program, az mind általuk, illetve a kollégáim önkéntes munkái által finanszírozódik. A rimaszombati iskola képviseletében vagyok itt, én kísértem el a gyerekeket, tanulóval érkeztünk ide. Tulajdonképpen az iskolánk, tehát a rimaszombati tompa, ami alapiskola és az EGRI gyakorló iskola kapcsolat, az hosszú múltra vezethető vissza, 20 éves tradíciók előzték, megelőzményei vannak ennek az együttműködésnek, és ebben az évben az EGRI fél, tehát az EGRI iskola vette fel velünk a kapcsolatot, és februárban már volt egy találkozónk, igazgatói találkozónk, ahol megbeszéltük a jövőt, a közeljövőt és a távoljövő munkálatait, közös programokat, rendezvényeket, és hát ennek a része ez a nagyszabású nemzetközi projekt is, amelyet az EGRI fél kezdeményezett és nyert el, és ennek vagyunk a részesei. Nagy örömmel vagyunk itt, és a gyerekeink is, diákjaink is, akik részt vesznek ebben a táborban. A februári találkozás óta rengeteg minden történt, tehát akár az iskola szinten is, akár így a 4 iskola között is, hiszen volt egy képzőművészeti verseny, ahol diákok rajzait, festményeit, illusztrációit állítottuk ki, és a legügyesebbek azt hiszem, hogy itt a táborban fogják megkapni az érte járó jutalmakat, illetve itt lesz a kiértékelés is. Ez volt a Híd nevű képzőművészeti verseny, és aztán természetesen előkészítettük ezt a találkozót. Nagyon sokat készültünk rá, tehát hónapok előzték meg, hónapos munkálatok, akár itt az iskola bemutatót, akár a királytalálkozót, illetően történelmi ismereteket adtunk a gyerekeknek, amelyek alapján fel tudtunk készülni erre a királytalálkozóra, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Ami a tábort illeti, nagyon élvezik a gyerekek, nagyon tartalmas, rengeteg program, rengeteg olyan rendezvény van, amelyeket bizony élvezik a gyerekek, és reményeink szerint majd egy tartalmas élmény tárral fognak haza érkezni Rimaszombatba. Én biztos vagyok benne, hogy az iskolánk, a Rimaszombati iskola nyitott lesz ezekre a kapcsolatokra, akár az EGRI iskolával, akár a cseh és a lengyel partnerrel is. Jöttünk ide a táborba, az első nap ismerkedéssel, tehát egymás neveit tanulgattuk. Szombaton egy kis EGRI városnézés volt, megmutattuk az iskolánkat, néhány nevezetességet, bazilika, vár, délután pedig strandoltunk az EGRI fürdőben. Szombaton délelőtt kézműveskedtünk, tűzzománcból készítettünk ékszereket, délután pedig egy animációt készítettünk, amit itt be is mutattunk egymásnak. Hát nagy izgalommal vártuk.
és szerintem nagyon jól sikerült. Siroki Zsuzsán tanárnő készített fel minket, és Leventével nagyon sokat készültünk rá, sokszor elolvastuk, és izgultunk is, de végül jól sikerült. Én az iskoláról csináltam prezentációt, azt a 8 évet mutattam be, amit itt töltöttem, és elmondhatom, hogy nagyon élveztem. Igazán izgultam a prezentáció közben, ahogy most is, és szerintem jól sikerült. Úgyhogy örülök, hogy megcsináltam, és túl vagyok rajta. Programunk előkészületei már nagyon régen indultak. Tulajdonképpen január-február környékén kezdtük el az egész programsorozatnak a szervezését. A igazgatói találkozón beszéltük meg a részleteket, és akkor döntöttük el, hogy jó ötlet ez a nyári tábor, ami tulajdonképpen a programsorozatnak a vége, a még kifejlete lenne. Igen, komoly szervező munkát igényelt az egésznek a megszervezése, hiszen nem csak egy szabadidős táborról van szó, hanem itt a gyerekek komolyan készültek mindenféle dologgal már otthon előzetesen. Azt kértük tőlük, hogy készítsenek otthon a középkori király találkozónak megfelelő jelmezeket, és készüljenek fel valamiféle prezentációval az iskolájukról, természetesen angol nyelven. Elég sokat egyeztettünk levélben, írásban, és megérkeztek a gyerekek július 5-én délután, és az elhelyezkedés után birtokba vették a tábort, és nagyon aranyos és nagyon jól sikerült ismerkedési est volt az első napnak a programja. Nagyon-nagyon-nagyon helyes kis csapat gyűlt össze, én úgy gondolom, már az első benyomások alapján látszott, hogy nagyon kis belevaló csapat, és örülnek, hogy itt lehetnek. Meg természetesen mi is nagyon örültünk, hogy sikerült az ideutazás. Első nap programja az egy egész napos városnézés volt Egerben, a főbb nevezetességeket nézték meg a gyerekek, délután pedig pancsolással töltötték, de még a délutánba belefért egy kis vásárlás is a plázában, úgy gondolom, hogy nagy megelégedésére mindenkinek. A következő nap, a szombati nap az egészében a kézműveskedéssel telt. Gyerekek elmondták, hogy nagyon sokat dolgoztak, de nagyon élvezték a munkát. Ez is hozzátartozott a király találkozó előkészületeihez, hiszen ahhoz készítettek díszleteket, jelmezeket, meg tűzománc ékszereket. Mindent, amit elkészítettek, azt felvették, felöltötték vasárnap délelőtt, hiszen tulajdonképpen ez itt a csúcspontja a programoknak, és nagyon szépen beöltözve királynak, udvarhölgynek, lovagnak felvéve az ékszereiket felvonultak. A magyar király üdvözölte a megjelenteket, és megkezdődtek a ország prezentációk, úgymond. Nagyon-nagyon ügyes bemutatókkal készültek a gyerekek, tényleg láthatjuk, hogy ki honnan érkezett, bemutatták a városokat, az iskolájukat, láthatjuk, hogy honnan jöttek, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos volt. Most tartunk itt tulajdonképpen. A délután az még mindig a középkor és a király találkozó jegyében fog telni, hiszen testnevelő kollégáink segítségével középkori úgymond sportjátékokat fogunk bonyolítani, és egy kis vadászat is lesz az erdőben, természetesen minden a sport jegyében. Az este pedig próbálunk valamiféle középkori jellegű vacsorát készíteni a gyerekeknek, illetve lesz még reneszánsz táncház is. A további programról annyit, hogy a holnapi nap egész napos gyalogtúrára készülünk a hegyekben, remélhetőleg ez is jól fog sikerülni, és kedden szintén kirándulni fogunk, de buszos kirándulás lesz, és a környék nevezetességeit nézzük meg. Igyekszünk itt is egy kicsit a középkornál maradni, hiszen a Siroki várat, a Kisnánai várat, a Tarnaszentmáriai templomot nézzük meg, és úgy gondoljuk, hogy délután még egy kis pancsolás is belefér majd. A program végén pedig majd egy ilyen záró estet tervezünk, egy kis vetélkedővel, egy kis tábortűzzel, úgyhogy úgy gondolom, hogy szép élményekkel gazdagodva távoznak majd a gyerekek.